Önök az első kézből műsorunkat látják, jó estét kívánok! Miről is van szó, polgármester nélkül Gyergyó Szent Miklós, ez a műsorunk témája. Két meghívottunk van a stúdióban, Nagy Zoltán alpolgármester, meghatalmazott polgármester, illetve Árus Zsolt, a gyergyószéki székely nemzeti tanács alelnöke. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Még egy meghívottunk lett volna, én mindenképpen ragaszkodtam ahhoz, hogy az érintettség jogán Virág Zsoltot is meghívjuk, a Monturis Kft. Ügyvezető igazgatóját. Ehelyett viszont küldött nekünk egy figyelemfelkeltő levelet, amiben megindokolja, hogy miért is maradt távol. Fel is olvasnám. Tisztelt műsorvezető úr, köszönettel fogadtam a meghívását a folyó év március 27-ére tervezett élőadásba. Ugyanakkor engedje meg, hogy tisztelettel visszautasítsam ezen meghívását, ugyanis az ön által kezdeményezett műsor témája egy a korrupció ellenes igazgatóságnál iktatott és jelenleg is vizsgálat alatt folyamatban lévő ügyirat tárgyát képezi. Ennek érdekében egy beszélgetés erről a témáról befolyásolhatja az igazságszolgáltatás munkáját. Az igazságszolgáltatás az, aki ebben az esetben ki kell, hogy mondja a végső szót, és nem olyan személyek, akik különböző minőségben szerepelnek a már említett ügyiratban. Itt gondolok elsősorban a meghívottakra, Árus Zsoltra és Nagy Zoltánra, akiket már a korrupció ellenes igazgatóság is kihallgatott. Ugyanakkor engedje meg, hogy kifejezzem azon szándékomat, hogy a jövőben az ön rendelkezésére álljak, attól a pillanattól kezdve, ahogy az igazságszolgáltatás elvégezte a munkáját. A Gyergyó Szentmiklósiak és a Gyergyó TV nézői megérdemlik, hogy megtudják a valóságot egy olyan esetről, ami az utóbbi időben foglalkoztatta a gyergyói közvéleményt, egy olyan témáról, amiről a közelmúltban épp a fent nevezett meghívottak sokat beszéltek, de sokszor távol eső módon a valóságtól és az igazságtól. Kívánok önnek és kedves nézőknek áldott húsvétot! Szóval akkor uraim, miről is van szó? Hogyan jutottunk idáig? Ez egy roppant nehéz kérdés, erről két oldalt lehetne beszélni, csak erről. Én szerintem próbálj kicsit olyan módon rendszerezni a dolgot, hogy egyrészt adjunk választ a Virág Zsolt által feltett egyik kérdése is, ami arról szól, hogy szabad-e erről beszélni, miközben zajlik egy kivizsgálás, illetve az emberek minél többet megtudjanak erre az ügyről, ami úgy gondolom, hogy valóban megérdemli azt, hogy megismerjék, minél többen megismerjék, mert tényleg példaértékűnek, és egy olyan dolog, amit jól lenne, ha jövőben is el tudnánk kerülni. Ugye a levélírő azt említi, hogy a mindkét műsor mindkét meghívottját kihallgatta a korrupció ellenes ügyészség, a DNA. Mi voltak ilyen megkötések önök irányában, akkor kész, nem szabad beszélni az ügyről egyáltalán? Hát én amikor ott voltam és kihallgattak nem teljesen lényegtelen az ő elméletileg tanúi minőségben, akkor miután véget ért a kihallgatás, jeleztem az ügyésznek, hogy mikor jöttem be az ajtónak, a sajtósok vártak ott, és érdeklődtek arról, hogy mit keresek én itt, és legyen széles és világos, és sonfál engem ő, mint a jog is az igazság embere, hogy amikor kimegyek, akkor mit mondhatok el a sajtósoknak. Erre a válasz az volt, hogy nincsen semmiféle megkötés, bármiről gond nélkül szabadon lehet beszélni. Éppen ezért tartom értelmetlenek azt a nyilásot, mondta, hogy nem szabad erről beszélni. Ezt maga az ügyész mondta, én ezt komolyan vettem, elhittem neki, és ezt teszem most is. Az ön esetében hogy történt? Az én esetemben az egyszerűen úgy történt, hogy vasárnap délután szólt a telefon, felveszem válaszolókra, és szóltak, hogy reggel 9-kor hétfőn szeretettel várnak, vagy kevésbé szeretettel, de várnak a DNA székhelyén, és ez így igaz, úgy, hogy a levélben meg volt az fogalmazva, behívtak, kihallgattak, de nem vád alá helyeztek, nem volt semmi olyan a témában vagy felvázolva, amiről nem gondolom, úgy gondolom, hogy nem lehetne beszélni, hiszen nagyon sok más személyt is kihallgatnak, jelen fázisban úgy, ahogy Árus Zsolt is említette, kizárólag tanúi minőségben, tehát nem vádlottként, úgyhogy én nem látom ennek nagy problémáját, hogy most beszélgettünk egy olyan állapotról, amit a korábbi levél megfogalmazója bizonyos nyilatkozataiban elismert, hogy ő idézett elő, más nyilatkozataiban letagadta. Úgyhogy én úgy gondolom, erről kell beszéljünk, és nem a kimenetéről az ügynek kell beszéljünk, hanem arról, úgy, ahogy a kérdés is fel volt írva, hogy hogyan jutottunk idáig, és a jelen fázist és jelen helyzetet mennyire viseli meg a város, mennyire teher ez úgy, mint város lakóknak is, de mint város közösségének is
egyaránt is. Esetleg mire számíthatunk a jövőben, amennyiben tudunk erre válaszolni természetesen. Örvendek, hogy ezt tisztáztunk. Egyébként tényleg nem a mi feladatunk és tisztünk az, hogy most akkor itt a nyomozás közben beleszóljunk és befolyásoljuk netántán az igazságszolgáltatás. Egyébként nem is tudnánk, tehát nem is látom, hogy egyáltalán hogy lehet. És nem is az a célunk. Ezt megtenni. Kedves televízió nézőknek elmondanám, hogy a műsor élőben megy. Tehát arra kérem önöket, hogy a műsor második felében, hogyha kérdéseik vannak, feltehetik a nem sokára megjelenő elérhetőségeken, telefonon, SMS-ben, illetve e-mailben hívjanak bennünket, telefonszámunk 0366-406-405, ez a vezetékes telefonszámunk, a mobiltelefonszámunk, amire üzenetet küldhetnek, 0751-300-800, illetve nem sokára mutatjuk az e-mail címéket is, elmondom, gyergyotv@gyergyotv.ro és az unikum@gyergyotv.ro címekre várjuk a üzeneteiket, leveleiket. Kezdjük akkor a legelején, uraim, tehát 1996-ot írunk, amikor ugye a Budapest 5. kerületének önkormányzata és Gyergyószent Miklós önkormányzata nagy válveregetés közepete létrehozta a Monturiszt Kft-t. Nemes célokkal indult ez az egész dolog, tehát jót akartak az itteni embereknek, nem akarták, hogy veszendőbe menjenek azok az ingatlanok, illetve azok a természeti szépségek, amelyek a Gyilkostónál találhatóak. Árus Zsolt biztos, hogy ismeri a 96-os helyzetet, az akkori cégalapításnak a körülményeit. Mi történt, hogyan történt akkor? Hát én ezt utólag tudom rekonstruálni, hogy 96-tól 2001-ig nem voltam helyi képviselő, mert 2001-ben szembesültünk azzal a helyzettel, hogy az 5. kerület önkormányzata egyre sürgetőbben lépett fel ebben az ügyben, mondván, hogy rendezni kéne már az ő társadalmi státusukat, ami 4 éven keresztül a levegőben lógott. Tudni kell azt, hogy föltételezve, és ezt joggal mondhatjuk, azt hiszem, hogy az egész kezdeményezés jó szándékkal indult, a gyakorlatban nehezen lehet az a ballábasra kezdés elképzelni, ugyanis az 5. kerület nem átutalta az által erre a célra szánt pénzt a megalakulandó cégnek a számlájára, hanem a Gyergyóért Alapítványnak utalta át, az pedig a pénzei részéből villákat vásárolt a Gyilkostán, másik részét pedig a bankszámláján tartotta. Innen indultunk mi 2000-ben, illetve egy olyan céggel, amelyiknek volt 20 nem tudom hány kis részvényese, és mellettük ott volt az önkormányzat, a Szent Miklós, illetve a közüzemek. Ez volt a részvényesi helyzet. És ezt kellett nekünk olyan módon tisztába tenni, hogy kerüljön minden a helyére, törvényes módon történjen ez, és álljon elő az a helyzet, amit eredetileg szántak, hogy alapvetően a két önkormányzatnak a vegyes válata legyen. Ezt sikerült véghez vinni olyan módon, hogy a kis részvényeseket sikerült rávenni, megértetni velük azt, hogy mi is volt a szándék, és ők önként, önszántukból kiléptek a cégből, és a Gyergyóért Alapítvány pedig a nála levő pénz és eszközöket adományba adta az 5. kerületnek, és azáltal az 5. kerület részvényessé vált. De ezt akkor azért... ez a történet, bocsásson meg, hogy megszakítom, tehát akkor ez nem 96-ban kezdődött, hanem előtte kezdődött már. 96-ban kezdődött, mert 96-ban utalták át a pénzt a Gyergyóért Alapítvány. De hogy előtte már voltak egyeztetések, ön említette, hogy 4 évvel korábban, tehát 4 év távlatában. 2000-től. Tehát én 2000-ben mondom, 2005-4 évvel, mert 2000-ben vettünk mi képviselők, és akkor szembesültünk mi ezzel az igényel rendezni kell a helyzetet. Értem. Ez olyan szempontból is nagyon fontos különben, hogy legyen világos mindenki számára, hogy miképpen viszont a Gyergyószentmiklós önkormányzata ez a kérdéshez. Tehát ugyan az első lépéseket rosszul tették meg, maximálisan azon voltunk, hogy minden a helyére kerüljön, minden törvényesen történjen, és mindenki kapja meg a cégbe az ráeső részt, amire ő a pénzt befizette. Ugyanis azt is láthatjuk az utóbbi években, hogy a két önkormányzat közt a viszony megromlott pontosan a cég miatt, és furcsa mód egyfajta rossz hiszeműséget föltette az 5. kerület a Szent Miklós önkormányzatról, holott erre a helyi önkormányzat semmilyen okot nem adott eddigi minden tevékenysége. Arról szólt, hogy a cég minél jobban működjön. Ön hogy látja a polgármester úr? Tehát ugye megalakul a cég, valahogy megoszlanak itt a tulajdonviszonyok, meg lesz mindenkinek a része, utána jönnek a súrlódások. Igyekszem tényszerűen feltárni azokat az információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Éppen ezért el is hoztam egy kisebb doszárt, amiben fontosabb aktákat kronológiai sorrendben elhoztam, amennyiben kérdésben vissza tudunk rá térni, de kezdeném én 96-tól.
ugyanis 1996. július 1-én akkor indult a Monturist Kft. Útjára, akkor kapta meg a megyei kereskedelmi kamarától a működési engedélyt. És a megalakuláskor mintegy 44.360 vagy 630, most már nem is az apró számok számítanak, hanem az, hogy több mint 44.000 négyzetméternyi területet, amely a város tulajdonában volt a Gyilkostónál, az akkori önkormányzat bevitt törzstőkébe, a Monturist Kft-be, valamint többek közt a csónakház épületét is. Az eredeti elképzelés, én is nem is teszem fel magamban még bár a kérdésre, hogy nem jó szándékból lett volna, valószínűleg tartom, hogy akkor abban az időben ez volt a legjobb döntés. Úgy mondom, 96-ban ez megtörtént, majd rá egy évre valószínű prefektúra vagy más jogászok észrevételezésére módosították a törzstőkén bevaló belépést, ugyanis nem tulajdonba vitték be ezt a területet, hanem a használati jogát 49 évre bevitték. Ez 2000-ben volt. Ezt már 97-ben módosítottak egy határozatot, és később megint visszatértek rá, hogy milyen okból, azt most nem tudom, de itt nálam van egy 97, lehet nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy időközben módosítódott a törzstőkébe való belépés. Tehát a lényeg és az, a lényeg, hogy nem tulajdonba lett bevéve, hanem 49 éves koncesziós díjba. Erre egy szerződést majd 2003-ban az akkori városvezetés írt alá, amivel teljes használati jogát az előbb említett területeknek bevitett a Kft. Törzstőkébe. Az egyszerűség kedvéért, tehát a Budapest 5. kerülete pénzzel járt még ez hozzá, nem ugye? És a Gyergyószárd Miklós önkormányzat a területre Így van. Ebben az időben egyelőre területekről beszélünk. Amit fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy az akkori felértékelések alapján, az aktákból, ami kiderül, a új pénzben kifejezve a több mint 44 ezer négyzetméter, vagyis 4,4 hektár piaci értéke 90.800 lej volt mai pénzben kifejezve, valamint a csónakház, egy több mint 100 négyzetméteres kétszintes épület a tó partján a mai pénzben kifejezve 2700 lejt ért. Ezzel megtörtént a törzstőkének a megalakítása, majd 2004-ben, még mielőtt eljutunk a 2006-os évben, azért fontos az is mozzanat, 2004-ben ugyancsak tanácshatározattal kivevődik a csónakház a törzstőkéből, tehát az akkori tulajdonos a testület által képviselve eldöntötte, hogy kiveszi ezt a csónakházat a Monturist kezeléséből, és ugyancsak 49 évre odaadja a Viridis Kft-nek a csónakház működtetését és annak használatát. Majd következik egy 2006-os év, amikor a tanácshatározatok értelmében, amely itt a dosszáron is itt van, ahogy említettem, törzstőke módosításra kerül sor a Monturist Kft-n belül, és a korábban bevitt több mint 44 ezer négyzetméter marad törzstőkébe, és ehhez jön a Budapest 5. kerülete, és mintegy 102 ezer valamennyi lejjel megemeli az ő részarányát, ami már egy 10 ezer volt. Tehát ő elérte egy 113 ezer lejes részarányt, és ami fontos, hogy 2006-ban a törzstőke módosításakor a város része a cégen belül még mindig 90 ezer lejt ért. Az még hozzájött egy 10 ezer lejes emelés, most, hogy milyen okokból, az nem derül ki, de valószínűleg az akkori vezetés úgy gondolta, hogy ez így kell legyen. Ezt az értéket, a 90 ezer lejt, ha visszaosztjuk a 4,4 hektárra, akkor négyzetméterenként egy olyan 2 lejes érték jön ki, árjára számolva az 200 lej. Nem kívánom ezt kommentálni, de hogy ez 2006-ban még mindig ennyit ért a terület, ott a Gyilkostónál, majd és a Budapest 5. kerület törzstőke emelése révén. 2006-ban még mindig 200 lej és áron volt. Igen. Tagság, igen. Az a dolog, hogy annyi. Igen. Tehát az lett lerögzítve, hogy annak az értéke ez még mindig annyi, amennyi. Ehhez hozzájött a Budapest 5. kerületének az összesen 113 ezer lejnyi törzstőke, készpénzben való hozzájárulása, és így 51,1% résztulajdon került az 5. kerület kezébe, és 46%, több mint 46% maradt Gyergyószárd Miklós városnak, és 2,57% az megmaradt a GoRT tulajdonában. És itt ez volt az a pillanat, amikor módosult a törzstőkében való részarány,
azokkal a feltételekkel, amiket az előbb említettem. Az, hogy hogyan mentünk tovább és hova jutottunk most jelen fázisban, ezek a történések nagymértékben hozzájárultak a kapcsolatnak a bizonyos szintű, ha romlásnak nem is nevezném, de megromlásnak, tehát az intenzitásából való csökkenésnek mindenképp feszültségek keletkeztek, mert észrevételeztük, hogy ez úgy gondoljuk, hogy ez nem fair. Mezei János volt az első polgármester, aki kiállt és azt mondta, hogy ezt ő meg szeretné változtatni, és azt szeretné, hogy az, ami a városi, az legyen a városi, és diszponáljon a város a fölött. Ugyanis azáltal, hogy a többségi tulajdon 2006-ban átkerült az 5. kerület nevébe, tulajdonába, minden nemű lényeges döntésnek ő volt a többségi részaránya, és ő döntött egyedül, nem kellett minket megkérdezni, sem a ügyvezető kinevezésben, sem stratégiai fontos döntésekben nem kellett. Nem volt szükséges kikérje a véleményünket, mint városnak, mert hogy a többséget ő képviselte. Pedig annak idején ugye nemes céllal indult ez az egész vállalkozás, a Monturiszt Kft. Létrehozása, ugyanis a célok között az is szerepelt, hogy a maga a Kft. Könnyítse a Gyilkostónál lévő ingatlanok ügykezelését, fellendítse az üdülőtelep turizmusát. Mit érzékeltünk mi van a háttérben, hogyha tényleg oda jutottunk, amit az alpolgármester úr is említett, tehát itt valamilyenféle összeesküvés elméletnek lehetünk tanulni, hogy a város vagyonát ide tesszük, oda tesszük, és mégsem profitálunk belőle? Ez nem lényegtelen kérdés. És szerintem röviden lehet intézni azzal, hogy mindenki látja, mit felült a Gyilkosta az elmúlt években. Ellenben téves pálya volna, hogyha leragadnánk el a Monturisztnál, mert az én meggyőződésem, hogy a mostani helyzetben az egész Monturiszt történet egy kifogás. Egy jó kifogás, és nem több. Ugyanis az, ami történt január 26-án, az nem magyarázható semmilyen módon azzal, amivel az ügyészség magyarázni próbálja. Tehát az, hogy elindult eljárás Mezei János ellen egy olyan ügyben, amiben nyilvánvaló módon őt semmiféle büntetőjogi felelősség nem terheli. Tehát lehetett volna talán, nem tudom, találni olyan ügyet, mert az ember téved, és ő most már 7. éve polgármester. El tudom képzelni, lehetett volna találni olyan ügyet, amiben valóban, valamilyen módon itt, ott nem pontosan a törvény betűje szerint járt el. Ez az ügy nem olyan. Tehát ez teljesen egyértelmű, és egy óvodás gyermek is meg tudja állapítani, hogy azt mondani, hogy Mezei János törvénytelenül eladta azt a telket, az nem igaz, mert létezik két önkormányzati határozat, amelyik azt mondja, hogy az önkormányzat eldöntő eladja, felértékelték, és megbízzák a polgármestert, hogy írja alá a szerződést. Ezek határozatok 2015 márciusában is érvényben vannak. Semmiféle jogi kifogás nem volt a prefektúrának se ezzel szemben, már pedig ők alaposan megvizsgálnak mindent. Ezek után azt állítani, hogy Mezei János törvénytelenül eladta a területet, ez nyilvánvalóan hazugság, szemenszedett hazugság. Azért a teljesség igényével csak visszakanyarodnék a Monturisztot érintő és a várost érintő ügyhöz, mert ugye gyakorlatilag a polgármester és az igazgató, a Monturiszt igazgatójának a súrlódása ugye akkor kezdett hangsúlyossá válni, amikor az önkormányzat a polgármester irányításával megállapította, hogy ez a cég adósságokat halmozott fel, nem úgy működik, ahogy kellene, és kérte az igazgatónak a lemondását. Ön mit tud erről? Az, hogy a kettőjük közötti viszony hol romlott el, arról nem igazán tudok beszélni, viszont amiről én tudok, hogy az már csak egy folyamodvány volt, amikor kiderültek az elmaradások az önkormányzat felé. Mert hogy itt 6 millió forintnak megfelelő leérőt beszélünk, tehát az adósságot illetően. Ezek most olyan számok, amelyet nem tudok most igazolni, mert ezek változnak. Tehát úgy tudom, ebből már voltak kifizetve, megindultak. Tehát ezek csak mellék pontjai az egésznek, ugyanis a viszony az akkor romlott meg, ahogy én tudom, amikor a polgármester úr folyamatosan visszatért arra kérésére, hogy rendezzük a Gyilkostó ügyét, rendezettebb legyen a vásártér helye, az adminisztrálásban levő területnek a gondozottsága, tehát nagyon sok, tehát bárki kimegy és folyamatosan ezt észrevételezik irányunkba is, hogy azok az ingatlanok, amelyek a Kft. Működtetésében vannak, ha enyhén akarok kifejezni magamot, azt mondhatnám, hogy
hagynak még kívánivalót ahhoz, hogy megfelelőnek lehessen minősíteni. Tehát lehet látni, mennyire a rendezettség, mennyire működik. Az árusok sem kerültek egy rendezettebb helyre, csak továbbra is jelentek, mert megjelentek a lakókocsiból való árusok, megjelentek a különböző sátrakból. A kint lévő korondi árusok is előre kaptak egy építkezési engedélyt, egy 6 négyzetméter, ebből lett aztán 8. Építettek egy esővédőt, azt a következő évre befalaszták, azzal építettek egy sátrat, azt megint befalaszták, és így jöttek előre. Polgármester úr ezt pedig folyamatosan jelezte, hogy ezzel nem ért egyet. Sajnos abban a fázisban volt, és van most is a város, hogy annak ellenére, hogy a terület a mi tulajdonunkban van, a használati jog nem a miénk. Mindenki emlékszik arra, hogy a tavaly is volt egy olyan esemény sorozat útjára indítva, amikor a polgármester azt szerette volna, hogy a rendelet által az illegális építkezéseket bontsák le, ha annak árán is, ha kell, akkor buldozerrel. Na ez is még rátett egy lapáttal, tehát én úgy látom, a gond ott kezdődött, hogy nem lehetett tulajdonosi minőségben érdemben tárgyalni azzal a személlyel, aki a város vagyonát adminisztrálta a gyilkostól. Ön szerint minden gond, baj a Monturiszt igazgatójának a számlájára írható? Tehát ő tudott volna tenni mindenről? Illetve kordába tartani dolgokat, hiszen ha jól tudjuk, akkor Virág Zsolt annó Mezei János kinevezése után kapta meg ezt a tisztséget. Nem. Előtte viszont, jó, akkor előtte kapta meg, de viszont szövetségese volt Mezei Jánosnak Virág Zsolt, én úgy tudom. Ez így volt. Tehát egyfajta bizalom létezett. Volt egy bizalom, valószínűsítem, hogy egy bizalmi viszony működött. De ismételten elmondom azt, hogy nem tudom konkrétan, ilyen beszélgetésről konkrétan el volt alkalmam nekem lefolytatni Mezei Jánosra, hogy hol romlott meg a viszony. Azt, amit én kívülállóként láttam, ez volt, ez folyamatosan téma volt a gyilkostó helyzete. Most elnézést, szerintem lényegtelen ez a személy ellen, mert az a dolog, hogy volt-e bizalmi viszony, ami később elromlott, az megint csak azt erősíti meg, hogy Mezei János polgármester számára a város érdeke a bizalmi viszonyoknál elővaló. Tehát amikor azt mondom, hogy ez az ember, akinek elméletileg valamilyen szinten bizalmasra vagyok, a város érdeke ellen cselekszik, akkor ő a város érdekei mellett állt ki, szembe azzal, aki ezeket megsértette. És ezért fontos és érdemes megjegyezni. Tehát ön szerint akkor nem mérvadó ez a Monturisztos ügy, nem kell akkora feneket keríteni neki, ez jó kifogás, más van a háttérben, el is mondta. Ha megengedik egy annyi kiegészítést, hogy ha már az ügyről van szó, hogy valószínű már nagyon sokan tudnak róla, de azért beszéljünk a vádról, tehát a vád az egy 4 áras terület, 400 négyzetméteres terület. Először 1,7 hektárról szólt. Nem szólt. Híradás, aztán meg 400 négyzetméter. Nem szólt, és kitérek mindjárt rá. Hát a vád de az konkrétan... Áros, illetve Virág Zsolt, bocsánat, ő a feljelentésében 1,7 hektárt említ. Én azt nem láttam. Én láttam hivatalos vádemelést. Az, ami iránt vizsgálódik a hatóság, az a 4 áras terület kérdése, amely eladásra került 2013-ban a gyilkostónál. De azért is fontos erről a 4 árról beszélni, mert az iránt vizsgálódnak, hogy illegálisan volt-e eladva ez a terület, mert feltevődik annak a gyanúja a feljelentő értelmezésében, hogy ez a 4 áras terület a Monturiszt Kft. Tulajdonát képezi. És az eladással megkárosította Mezei János a Monturiszt Kft.-t. Még annyit kell tudni erről a 4 áról, és azért tartom fontosnak kitérni rá, hogy ez az állítás az én olvasatomban nem áll a lábán, ugyanis a 4 áras terület még 2006-ban ismételten az akkori városvezetés tulajdonosi minőségen eldöntötte, hogy kiveszi a Monturiszt Kft. Tőstőkéből. Az akkori felértékelt érték ennek a 4 árnak az is egy érdekes szám, 838 lej. Tehát a 838 lej értékű 4 áras területet az akkori 2006-os városvezetés kivette a Monturiszt Kft. Tőstőkéjéből. Ez egy évvégi tanácsülés volt, ezt az akkori polgármester átiratban továbbította is a Monturiszt Kft. Részére. Erre nyoma van ennek az aktának a doszárokban. Illetve ezt követően volt egy Monturiszt Kft. Vezetőségi ülés, vagy közgyűlés, úgy tudom közgyűlés, amely tudomásul vette
a tulajdonos, mint önkormányzat, Gyergyőszent Miklós önkormányzatának a döntését, és jóvá hagyta a törzstőkének a csökkentését. Egyébként engem érdekelne, bocsánat, hogy megszakítom, hogy mi volt a szándéka az előző városvezetésnek ezzel a 400 négyzetméteres területtel? A szándékot én nem tudom azt megmondani, de most ha már itt a szó, még csak egyet fűzök hozzá, hogy ennek a folyamodványa az volt, hogy ez a négyáras terület később úgy tudom rá egy évre, 2007-ben 49 éves használatra, tartós használatra lett kiadva egy gyilkostói vállalkozónak. Ázsuzs Zsolt mit tud erről a 400 négyzetméteres területről? Én csak ezt akartam mondani, kicsit más szavakkal, hogy mi volt a szándék, azt nem tudhatjuk. De egy dolog biztos. Feltéve, hogy valaki megkárosította a Monturisztot, az nyilvánvalóan nem ez a János volt, hanem az, aki 2007-ben kivette a törzstőkéből, és odaadta tartós béletbe egy cégnek. Attól arra fel, tehát a Monturiszt 2007 óta nem tudja ezt a területet használni, ami azt jelenti, hogy ha a Monturiszt valóban azt, és az ügyvezető és mindenki azt szeretné, hogy álljon helyre a törvényes rend, akkor azt kéne elővenni, hogy a 2007-ben ezt megcsinálta. És ez megint csak azt támasztja alá, hogy ez az egész történet egy álca, egy kifogás. Mostani tények tükrében ugye Mezei János megtámadta úgymond ezt a 49 évre kölcsönadott területi szerződést, mondhatjuk bárminek, és kivette a törzstőkéből. Ugye most akkor ki volt véve a törzstőkéből, el volt adva, oda volt adva, ez most hogy van akkor? Mezei János nem támadott meg semmit. Mezei János végrehajtott egy olyan tanácshatározatot, amelyet 2013-ban az akkori tanács ülésen jóváhagyódott eladása ez a négy. Igen, tehát... értem, de ahogy ön mondta az előbb, hogy 2006-ban már az akkori vezetésig kérte a törzstőkéből a kivételt, ennek ellenére nem kérte, kivették. Kivette, és odaadta egy vállalkozó, majd egy cégnek 49 éves használatra. Na de akkor, most a vádirat, tehát most az irányt, tehát úgy van megfogalmazva a vádirat, hogy Mezei János károsította meg a Monturiszt Kft-t, mert törvénytelenül adott el egy olyan területet, ami bent volt a Monturiszt Kft-ben. Ami egyébként nem lehetett volna eladni, mert törzstőkét képezi. Igen, de hogy ez már 2000-ben ki lett véve. Tehát ezért mondja Árus... Azóta nem törzstőkét, nyilvánvaló módon nem használta a Monturiszt, és Monturiszt nem károsították meg Mezei János. Amúgy tehát a történet úgy néz ki, hogy 2006-ban kivették törzstőkéből, 2007-ben bérbe adták, és 2013-ban az, aki addig bérelte, egy kéréssel fordult az önkormányzathoz, szeretné megvenni. A testület 2013-ban a 18-as határozat ezt jóvá hagyta, azt mondta, föl kell értékelni, és a reális piaci áron el kell adni. 2013-48-as határozat, megvan a felértékelés, megvan a reális ára, ami azt mondja, hogy 27 ezer lej, szemben a 800 lejjel, és ezen az áron el lehet adni. A testület megbízza a Mezei János polgármestert, itt írja a kettes cikke, hogy írja alá az adásvételi szerződést. Ezt tette Mezei János. A terület nem volt 2006-tól a Monturiszt használatában sem, és ennek ellenére azzal vádolja az ügyészség Mezei János, hogy ő eladta törvénytelenül. Hogy is mondjam, tehát ha nem lenne Mezei János bezárva pillanatnyilag, akkor ez mindenki nevetne. De mivel be van zárva, ez nem egységes dolog, ez nagyon súlyos jogsértés. Két hónapja annak, hogy Mezei János ellen elindult ez a Herceg utca, ez a kivizsgálás, nevezhetjük bárminek, milyen a hangulat önöknél a polgármesteri hivatalban? Hát röviden úgy is mondhatom, hogy érdekes. Mindenképp érthetetlenül állunk az egész előtt, ugyanis, úgy, ahogy Zsolt is hangsúlyozta, egy olyan vád, vagyis kivizsgálással vagyunk szemben állva, amelyet nem értünk, hogy mi a, ennek a végkifejlete, mert nem látjuk az indítatás reális célját és okát. Feltételezni tudunk dolgokat, viszont amit látunk, az az, hogy éppen a mai nap, a mai hírekben lehet olvasni, hogy egy volt miniszter van ugye azzal vádolva, hogy csúszópénzt fogadott el 2 millió eurót, 3 kiló arany rúdat találtak meg a széfjében, Picasso festmény, nem is tudom milyen festményeket, nem is az a lényeg. A lényeg az, hogy vizsgálódik az ügyészség, de nincsen bezárva. Egy 2 millió, több milliós, egy másik polgármester, a konstancai polgármestert azzal vádolnak, hogy 27 millió euróval károsította meg a várost, és szabadlábon védekezik. Mezei Jánost azzal vádolják, hogy négy ár területet tanácstestületi jóváhagyásával értékesített, és az érték befolyt a városkasszába, és 30 napos előzetesben van bezárva.
Mezei János nem csak ezzel vádolják meg, zsarolással is, többek között. És zsarolással még, tehát mással nem, ez a kettővel. A zsarolás pedig igazából erről sokat nem tudok mondani, mert hogy nem olvastam én a vádiratot, de a zsarolás tárgya az az, hogy Mezei János felszólított. Sikasztással is vádolják egyébként, tehát hivatalosan visszaesett, felbújtás. Igen, ezek ilyen nagyon szép kifejezések, mert három vádpont van. Sikasztásra való felbújtás. És erről fontos ezekről beszéljünk, mert így, ahogy Zsolt is mondta, nevetséges volna, ha nem lenne egy polgármester miatt bezárva. De félelmetes ugyanakkor, hogy egy ilyen ügyből mit ki tudnak hozni. Tehát visszatérve a zsarolásra, ez egy nagyon erős kifejezés, de ezzel vádolják. A zsarolás pedig az az, hogy Mezei János felszólította Virág Zsoltot, hogy mondjon le, adja be felmondását. És ez hanganyagra került, bizonyos lehallgatás készült. Fogalmazok úgy, hogy az ügyészség által hivatalosan elismert hanganyag készült erről. Tehát bizonyítéként kezelték akkor. Igen, de bizonyítéként csak úgy lehet kezelni, hogyha előre felkészül az az alany, aki ezt fel szeretné vetetni. Ha érthető vagyok, nem akarom részleteibe kifejteni. És ez a tárgy, hogy a város, aki tulajdonos a Monturis Kft-be, felszólította a tulajdonost, hogy a tulajdon kezelője adja be a felmondását, mert úgy gondolja, hogy a viszony annyira megromlott, hogy nem lehet a város érdekében közösen együtt haladni előre. Ez az másik vád. És most arról, bocsássakról nem beszélve, hogy amennyiben nyilvánvaló, hogy Mezei János nem követette hivatali visszaélést, akkor teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy azért zsarolta meg Virág Zsoltot, hogy az, aki törvénytelenül jutott a terület birtokába, az tovább élvezhesse, mert a vád így hangzik. Azért zsarolta meg, hogy ezzel védje azt, aki törvénytelenül megszerezte a 400 métert. Ilyen törvénytelen megszerzés nincs, akkor pedig a zsarolás, mint olyan megint csak. Ez így igaz, azért nincs, mert 2007-től már nem a Monturist használja, tehát 49 évre oda volt adva egy másik cégnek. Tehát picit nonsense a dolog. A másik vád pedig egyébként a zsarolásra visszatérve, hát ez nem egy új dolog. Tehát ez egy annyira nyilvános információ volt, hogy a tavaly májusban Budapesten voltunk egy közgyűlésen, a budapesti önkormányzat képviselőivel közösen, ahol hivatalosan és nyilvánosan Mezei János ott is, és nem elbújva, és nem csendben, és nem telefonon kérte az ügyvezető igazgatónak a leváltását. Megjegyzés volt az előbbiekhez. A másik vád pedig az, hogy sikasztásra való felbújtás. Igen, ez azután történt, ugye, miután a házi őrizetből elrendelték a házi őrizetet, és az előtt. Tehát a kivizsgálások kezdetekor 26-án kezdődött, 27-én a bíróság elrendelte a hivatali ügyektől való eltiltását 60 napra a polgármesternek. Nem a tisztségből való. Hát igen, de ezt ahányszor ez alkalommal elmondjuk, információ. Próbáljuk, de hogy nem úgy értelmeződik. Tehát nem felfüggesztették a funkcióból, hanem a polgármesteri hivatás teendők De ez nem egy is ugyanaz? Nem, mert most románul fogalmazok. Hát 60 napra felfüggesztjük, nem. Vagy 60 napra eltiltjük a hivatal nem, gyakorlását. Most akkor kénytelen vagyok úgy, próbálom idézni a bírósági közlést. Az úgy van, hogy tehát nem úgy szól, hogy se suspended in funcia de primar, hanem are obligatia de a nu exercita activitatea de primar. Tehát nem gyakorolhatja 60 napot. Így van. Kettő között olyan lényeges különbség. Lényeges. Pontosan a városvezetés szempontjából, ha felfüggesztenek, akkor az alpolgármester hivatalból polgármester lesz, és kineveznek helyette ideiglenesági alpolgármester, és ketten dolgoznak. És ez nem mindegy. A problémák egyik része pontosan az, hogy ezáltal, hogy nem függesztették fel, egy ember van a Talásházán, két ember munkájával. Így alakult. És a másik vád, az a sikkasztásra való felbújtás, ez úgy született meg, hogy a 60 nap, ahogy telt, a 40. napon körülbelül, tehát én azt érzem, hogy a 40 nap azzal telt el, hogy azt vizsgálták, hogy hol szegi meg vajon azt a tiltást, amit kiróttak, és hát elkövette, mondhatnánk azt a hibát, hogy nem értett el tanácsülésre, és kikérte a tanácsülés, a nyilvános tanácsülésnek a videófelvételét. És tehát most az a
a vád, ugye, hogy sikasztásra való felbújtás, ez abból adódik, hogy megkérte egy hivatalbeli kollégánkat, telefonon felhívta, hogy megkéri szépen, hogy ne jöjjön be hivatalba, hogy ne legyen ő meggyanúsítva, hogy egyáltalán milyen ügybe jön be, küldje ki neki a nyilvános tanácsülés videófelvételét. Ezt megtehetik önök, mert állítólag az úgy van, hogyha valakinek szüksége van a felvett videóanyagra, kérést nyújt be, és kap egy másolatot, tehát nem az eredeti példány kapja meg, hanem egy másolatot, és azt is az ellenérték kifizetés. Bárkinek után kiadjuk, ez így igaz, kérés alapján. Mivel, hogy Mezén János nem felfüggesztett polgármester volt, hanem a teendőktől eltiltott polgármester, az a kolléga, és úgy gondolom, hogy nagyon sok kolléganak meg se fordult volna a fejébe, hogy ne teljesítsen egy ilyen apró dolognak tűnő kérést. Teljesen jóhiszeműen kikérte a kazettát az illető osztályról, és kiküldte a polgármester, még bár nem is polgármesternek adta át, hanem a polgármester édesanyja vette át, hogy ne is legyen kapcsolat. Na és akkor ebből az lett, hogy az, aki a kazettát kivette és kiküldte, ő sikasztott, amúgy egy ilyen kis kazettának hat le is a piaci értéke, az vissza is került, tehát két napra kivevődött, kiküldte, a polgármester megnézte, vagy sem a kazettát, azt nem tudjuk, mert azóta nem beszéltünk vele, de hogy kikerült, ő visszaküldte, és a vádirat szerint felbújtotta a kollégát a sikasztásra, és ezért kapta 30 napos házi őrizetet, majd fellebezett az ügyészség, és szigorítottak a döntésen, és házi őrizetből előzetes fogvatartást rendeltek el. Ez akkor jogi botlásnak számít? Nehogy valaki tévedésbe essen. Mezei János ekkor sem sértett semmilyen törvényt. Ugyanis a közérdekű információhoz való hozzáférés, ez egy jog, ez törvény szabályozza, és ebben a törvényben a következő áll. Bárki, bármelyik állampolgár, legyen az Mezei János, vagy bárki más, jogosult, hogy közérdekű információt kérjen és kapjon a városházáról. Ezt teheti írásban vagy szóban. Az egy dolog, hogy a helyi szabályzat ennek a törvénynek ellentmond. De nyilvánvaló módon egy törvénynek nem lehet ellentmondani, és ha a kettő közt konfliktusnak, akkor a törvényt kell betartani, nem a helyi szabályzatot. Tehát az, hogy az ügyészség arra hivatkozik, hogy nem tartotta be a helyi szabályzatot, ez csak azt mutatja megint, hogy az ügyészség nem a törvényt próbálja betartani, az ügyészség Mezei János próbálja megfogni. És ezen túlmenően sikkasztásnak nevezni azt, hogy kikölcsönzök egy kazettát és visszaviszem a gyermekek a homokozóban. Megtehetik. De egy ügyész. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy tulajdonképpen mi az ügyésznek a dolga. És az bennem az alkotmányban. Mi az ügyészség dolga? Azt mondja, hogy az állampolgárok, az emberek jogait képviseli, a szabadság jogait védi. És a törvények betartása felett őrködik. Ebben esetben az információhoz való férés joga egy szabadságjog. Ha a városházán nem adják ki a kazettát, akkor az ügyészség joggal fogja azt mondani, hogy a városházán megsértették a törvényt. De amikor a városházán kiadják a kazettát, teljesítenek egy jogos kérést, ezért valakit megvádolni, ez a törvénynek a feje lefele alkalmazása. Egy az egyben. De hogy erre elfogadott törvényhatározat van, hogy nem adják ki a nyersanyagot. Tehát mondom még egyszer, erre egy helyi határozat van, ami ellentmond a felette levő, érvényben levő romániai törvénynek. És akkor ilyenkor melyiket kell figyelembe venni? Amikor van két jogszabály, akkor egyértelmű módon mindig van egy magasabb és egy alacsonyabb rendű. Alacsonyabb rendű, helyi gondolom. Azt hiszem, hogy nem kell sokat magyarázni, még egy műsorvezető is egyből mondja a kapásból, hogy a helyi alacsonyabb rendű, most egy ügyésznek, akinek jogi végzettsége kell legyen, ez nem lehet kérdés. Köszönöm, megállunk, reklám következik, nem sokára folytatjuk. Addig is a kedves televízió nézőket arra biztatnám, hogy most már átlépjük a műsorunk időtartamának felét, úgyhogy hívjanak minket bátran, kérdéseiket elküldhetik e-mailen, telefonon, illetve SMS formájában. Nem sokára fölteszik a kollégák az elérhetőséget, mondom is. Tehát ha üzenetet szeretnének küldeni Marok telefonra, akkor a szám 07 51 300 800, a vezetékes telefonszámunk 0366 406 405, illetve két e-mail címet is mondok, gyergyotv@gyergyotv.ro és unikum@gyergyotv.ro. Reklám után folytatjuk.
Kóstoltad már a székelyfalat húskészítményeit? A Kárpáten Milk sajtjait és tejtermékeit? A Gál Erzsike néni házi szörpjeit és lekvárjait? Ettél már gyergyúi friss tojást? Tudtad, hogy a Fapikon pékipari termékeit, a székely töltelékes káposztát és a leves alapokat is mind gyergyúiak készítik? És azt tudtad, hogy a Dekoratex gyönyörű bútorszöveteket és lakástextíliákat sző? Vagy hogy a gyergyúi Sláger Supermarketben ezek a helyi termékek mind megvásárolhatók? Gyergyúiak. Gyertek, vásároljunk gyergyúiaktól. Támogassuk a helyi termelőket és vállalkozókat. Bomba jó árak, hatalmas választék egész évben. Hűtők, tévék, gáztűzhelyek, mikrohullámos hűtők, mosógépek, porszívók, vasalók és még számos elektronikai cikkek. Nekünk fontos a vásárlóink bizalma, a minőség és a garancia. Benkomix. Megoldás mindenre. Itt a Gyergyó TV műsorán, műsorunk témája, miről beszélünk, polgármester nélkül, Gyergyó Szent Miklós, két meghívottunk, még mindig itt van, folytatjuk a témát. Tehát ugye ott tartottunk, hogy tisztáztuk ezt a bizonyos hivatali visszaélést, a 400 négyzetméteres ingatlan adásvételét, törzstőkéből való kivevését, illetve eladását, tisztáztuk a zsarolást, hogy tulajdonképpen miben ismerült ki ez, és tisztáztuk a sikkasztásra való felbújtást is a kölcsönkét, illetve kikölcsönzött videókazettával. Egyébként a vádiratban még szerepelt egy olyan is, hogy a polgármester, annak ellenére, hogy el volt tiltva a polgármesteri tisztség gyakorlásától, otthon szövegezett meg egy bizonyos szöveget, amit beküldött, hogy a kollégák szavazzák meg. Mi is volt ezzel? Azt, hogy otthon ő fogalmazott-e meg levelet, azt nem tudom. Viszont amit én tudok, hogy az én kérésemre, egyeztetve a frakció tagjaival, megfogalmaztunk egy levelet az 5. kerület önkormányzatához, amelyben kértük, hogy az új helyzetre való tekintettel most már mindenképp azt gondoljuk, hogy lekerüljünk és kell erről az ügyről tárgyaljunk. Egy ilyen levél megszületett, tanácsülés egyebek napirendi pontján elő is lett terjesztve, ismertetve volt az a testülettel, és ki is lett küldve a Budapest 5. kerületéhez. Tehát ez volt az a titkos fogalmazás. Közben intik a kollégák, hogy telefonáló van a vonalban. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Ferenc! Én a Gyűkostónál nőttem fel, úgyhogy ismerem a vízházat is, a kupási területet is, de itt nem is arról van szó, hogy a négy árat eladta a polgármester úr. Ez egy nagyon-nagyon koholt vád. Ugye Portik Csabáról lehet tudni már, hogy már fiatal gyerekkorától besúgó volt, ez nyílt titok, mert a Gyűkostónál volt pincérinas, tehát pikoló. Virág Zsoltot nem ismerem, viszont... ez nem igaz, mert ugye, hogyha arról lenne szó, én nekem annak idején 4 hektár 17 áras területen van, amit az Alfaldi Tavács még mindig nem adott ki, tehát a birtoklevelet, és egyáltalán nem kapok készhez, tehát több mint 4 hektáról. Ez egy nagyon-nagyon nevetséges, koholt vád, kérem szépen, hogy a polgármester eladta a 4 ár területet. Itten arról van szó, ugye, hogy ő kimeri tenni az alpolgármester úrral, sőt a tanácsos urakkal együtt, tehát úgy értem a polgári pártosokkal, kimerik tenni a kokárdát az oszlopokra, és ugye a beszéd, féltek a beszédtől és a március 15-i beszédtől. Mert ugye tény is való, hogy a polgármester úr egy nagyon-nagyon magyar érzelmű ember. Tehát csak ennyit akartam mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nevetséges, koholt vád. És sajnálom, hogy a polgármester és a családja ezen az egész meghurcoltatáson végigmegy. Köszönöm szépen, hogy hívott minket, viszont hallásra. Köszönjük szépen. Úgy, hogy a hölgy is említette, én is ezt látom még az egyik legveszélyesebb és legsúlyosabb dolognak, az a mód, ahogy eljártak. Most az, hogy a vád kimenetele, ez hova fog kerülni, azt nem tudjuk.
mert hogy nem látjuk, hogy mi lehet emögött, amikor 2 millió euróval sétálgatnak a vádottlak, és 4 árral 30 napos előzetesbe tesznek valakit. Viszont az a mód, ahogyan kijöttek, az a mód, ahogyan feléptek reggel 6 órakor, a polgármesterre hát arra ébredt, hogy nagy dörömbölés, hát be nem ütték az ajtót, mert leszaladt, kinyitott az ajtót, mindenkit a házban megfogtak, őt, feleségét, a gyermekeket elő kellett vezetni, meg kellett mutatni, hol alusznak a gyerekek, mit csinálnak, őrt álltak a gyermekek mellett, átkutatták még a gyermekek zsebeit is, mentek iskolába a gyerekek, iskolás táskát kiürítettek. Tehát olyan módon léptek fel, többek közt érdekes módon az egész könyvet, a könyves polcot végfényképezték a házban. Hogy mi lehet a célja, azt gyanítani lehet tudni nem egyelőre, de hogy ilyen típusú kivizsgálódás is történt azon a reggelen, és amúgy folyamatosan most is, amióta előzetesben van a polgármester, még a feleségével nem tud beszélni, szegény, teljesen természetesen izgatja magát, nem tudjuk, hogy mi történik. Nem is szeretnénk oda menni sem, tehát az az igazság, hogy kezdeményeztem én is, és frakciótársaink is már egy közös találkozót. Ő egyelőre nem kíván találkozni, azt kérte, hogy ne is tegyük fel a lehetőségét annak, hogy bármilyen módon nyomást akarunk gyakorolni az ügyre, vagy hogy információt szeretnénk bevinni, vagy kivinni. Teljesen ő elzárta magát, és azt mondta, hogy üzente, mert mondani nem, személyesen nem beszéltünk, hanem az ügyvéden keresztül, hogy ő egymagában magára, tehát őt vádolják, hogy ezt el is szeretné vinni, kiáll becsülettel, emberséggel, és hagyjuk, hogy ő ezt oda bent, azt a 30 napot vívja meg egyedül. Egyébként a korrupciós ügyészségnek az eljárásait ugye többen is sérelmezték, de amint értesültem, én ezt nem tudják megváltoztatni. Tehát ez egy standard bevett fellépés, hogy hajnali 6-kor megérkeznek, és történik, ami történik, mert hogy állítólag ez így van elírva. Feltéve, hogyha létezik bármiféle leghalványabb gyanú arra nézve, hogy ott abban a lakásban van valami. Erre szakemberek azt mondták, hogy állítólag néhány hetes, illetve pár hónapos megfigyelés van előtte, tehát csak úgy indokolatlanul, tehát semmiféle ok nélkül nem mennek rá senkire. Most akkor én megkérdezném itt most, hallják, hogy rátörték-e az ajtót a kalaci polgármesterre, a konstancaira, és lehetne sorolni hosszan, hány valóban, és vannak, akiket már be is zártak, elítéltek, azok közül hányra törték rá reggel korán az ajtót? Tehát lehet mondani sokat, csak ugye vannak a tények. A tények azok makas dolgok. És ha a tények más mutatnak, akkor az ember joggal teszi a kérdés, hogy vajon igazat mondanak-e neki. De térjünk vissza a levélre, a levél kérdésre. Ugyanis mit mond a büntető törvénykönyv a hivatali visszaélésről? Jó tudni. Azt mondja, hogy ha valaki szolgálati feladatai teljesítése közben nem tesz meg valamit, vagy a szolgálati kötelességét hibásan teljesíti, és ezáltal valakinek kárt okoz. Ezt 2-7 év börtönnel büntetik. És akkor nézzük a levél kérdést. Az ügyészség közelében ez áll. Mezze János odahaza levelet fogalmazott, amiben azt kéri az 5. kerülettől, hogy vonassa vissza a feljelentést, és ezt a levelet megpróbálta megszavaztatni a képviselőtestülettel. Kérdés, hogy ez az állítás igaz-e? Az állítás nem igaz, de tovább megyek. Az ügyészek pontosan tudják, hogy nem igaz, amit ők állítanak. És ezt azért mondom, mert én magam ott voltam náluk tanúként kihallgatva. És én is ebbe az ügybe voltam. És a kérdés a következőképpen szólt. Tettem-e valamit én azért, hogy megpróbálja a polgármestert kimenteni ebből a helyzetből. Erre is rá fogunk térni közben. De ez a levél kérdés. Ugyanis mondottam nekik, hogy a kérdés hosszú van feltéve, ha azt kérdezi meg, hogy tettem-e valamit azért, hogy az ügy minél hamarabb bezáruljon, akkor elmondom, hogy igen, levelet írtam az 5. kerület polgármesterének. Másnak is írt levelet, Áru Zsolt. Telefonálunk van a vonalban. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Babos Miklós vagyok. Üdvözlöm. Azt szeretném kérdezni, hogy erre a beszélgetésre miért nem hívták meg Virág Zsoltot is. Kíváncsiak lettünk volna, hogy mi vagy ki késztette őt a feljelentés megírására. Köszönöm. Köszönjük szépen. Igen, jó a kérdés, hiszen
Ugye itt összefonódások is lehetnek Budapest 5. kerülete. Most akkor pontosan mit lehet tudni, hogy a Budapest 5. kerülete a többségi tulajdonos kérte fel Virág Zsoltot, hogy feljelentést tegyen, vagy ő önszántán? Én befejezem röviden, amit elkezdtem mondani az előbb. Ugyanis a kihallgatásra azt is megkérdezték, hogy tudok-e más hasonló levélről, és mondottam, hogy igen. Tudok arról, hogy a testület is fogalmazott egy levelet, mert közgyűlés összehívását kezdeményezik. Ez a két dolog le van írva az én vallomásomban. Olvastam, biztos ott van. Ezek után az ügyészség azt állítja, hogy egy levél van, amit Meze János fogalmazott, a testület nevében, és azt kérjük, hogy vonják vissza. Ez nyilvánvalóan, tehát felelősségem teljes tudatában mondhatom, ez hazugság. Az ügyészség ezzel vádolja Meze Jánost. És ezért van Meze János most bezárva. És figyelem, az ügyészségre is vonatkozik a törvény. Ha az ügyészség teszi azt, amivel megvádolták Meze Jánost, hogy a hivatali kötelességét hibásan teljesít, és ezáltal kárt okoz valakinek, az ügyészt pont úgy bezárják. Nem árt, ha tudják. Térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, amint Babos úr is intézett, hogy akkor mit tud ön erről a háttér dologról, hogy ki volt a kezdeményező Budapest 5. kerülete, utasította az igazgatót, hogy tegye meg feljelentését, vagy önkényesen tette meg? Én úgy értettem, a kérdés arról szólt, hogy miért nem hívtuk meg erre a beszélgetésre. Az egy dolog, hát azt tisztáztuk hát az elején. Igen, csak lehet, hogy nem látta a Babos úr az elejét. Meghívtuk Virág Zsoltot a műsorban, sajnos nem tudott eljönni, ehelyett viszont adott nekünk egy közleményt, amit a műsor elején beolvastam. Igen. És akkor folytatva az előfeltett kérdést, az, hogy az 5. kerület megbízásából járt el, azt nem tudjuk. Ezért is folyamatosan kérjük az 5. kerületet, jön el és üljünk le, beszéljük át a dolgokat, mert ugye, ahogy az elején is említve volt, hogy 17 000 négyzetméterekről beszélünk, beszéltek az 5. kerület. Az, amikor a sajtó az egész kivizsgálás útjára indult, és a sajtó feltette a kérdéseket, mert természetesen megkérdezték a nagy testvért is, úgymond, akkor egy közleményben azt adták ki, hogy ők az ők tudomásukkal indított el Virág Zsolt ezt a folyamatot. Nem úgy fogalmaztak, hogy ők bízták meg erre, valószínűleg tartom, hogy Virág Zsolt tájékoztatta őket, hogy el fogja indítani ezt az eljárást. De uraim, itt több éves folyamatról van szó, tehát a több éves együttműködés alatt ennyire megromlott a viszony, tehát már nem is kommunikált Gyergyószky Miklós önkormányzata direkt módon az 5. kerülete, hanem közvetítőnk. A kommunikáció keresztül. Az elmúlt 2-3 évben nem szakadt meg, viszont kimerült abban, hogy egy-egy 5. kerületi delegáció képviseltette városnapokkor magát Gyergyószky Miklóson. Viszont, amit tényszerűen tudok elmondani, annál is inkább, hogy mind a kétszer, tehát két alkalommal voltam tagja egy olyan bizottságnak, amelyet a testület, a helyi képviselő testület hatalmazott fel arra, hogy üljünk le és tárgyaljunk az 5. kerülettel Monturiszt ügyébe, és képviseljük a képviselő testület álláspontját a közgyűlésben. Két alkalommal kértük a közgyűlést, ez úgy, ha jól tudom, az elmúlt 2 évben volt, és mind a két alkalommal közölték, hogy ők nem tudnak eljönni, habár a mindenemű vagyona a cégnek itt van, a bejelentetős székhelye itt van. Menjünk ki mi, és két alkalommal kimentünk. Ez körülbelül olyan típusú beszélgetés volt, hogy egész éjjel utaztunk, reggel megérkeztünk, és a reggelinél közölték mind a két alkalommal, hogy sajnos bizonyos formai okok miatt nem tud statutáris lenni az aznapi közgyűlés. Mi akkor megköszöntük, hogy fogadtak, és megittük a pohár vízünket, autóba ültünk és jöttünk haza. Ez valószínűleg sokat elmond. Egyébként tavaly májusban volt az utolsó ilyen beszélgetésünk, amikor megígérték, hogy júliusban Gyergyószky Miklóson fogunk egy közgyűlést tartani, tehát ők hívják össze, mert hogy ezt a mindenkori ügyvezető hatáskör egy ilyet összehívni, és hatást gyakorolnak arra, hogy üljünk le, beszéljük. Na hát azóta nem ültünk még le. Egy néző van a vonalban, hozzá szeretne szólni a műsorhoz. Halló, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Pontal Péter vagyok. Üdvözlöm! Üdvözlöm a meghívottakat, és meg szeretném Árus urat kérdezni, hogy körülbelül legyek egy kicsit témába, hogy milyen minőségben van benn a stúdióban, mert nekem a beszédből úgy tűnik ki, mintha bizonyítani akarná a tudását. Nagyon helyes és okos ember. De mint egy Gyergyó lakó itt,
inkább azt érdekel és azt fáj a legjobban, hogy ténylegesen polgármester nélkül egy város nem tud működni, de örvendetes dolog az, hogy az alpolgármester úr szerencsére pontosan olyan pozitívat tudja vinni a dolgokat. Tehát én eléggé követem a város sorsát, hanyatlás nincs a hiány miatt, ellenben a jogi oldalát a helyzetnek nem tudom vitatni, mert én nem vagyok annyira felkészült ember, de annyit látok, hogy sajnos a DNA-s dossziék ellenében, és pedig annak a tartalmán kívül is, nagyon látszik sok minden a 6 év alatt, hogy valami nem úgy ment azért mégsem, ahogy kellene. Tehát a város arculata és sok minden mutat negatívumokat is. Hogy aztán mit tartalmaz a dosszié, az nem az én tisztem, fájlalja a város lakossága a helyzetet, mert nem csak a személyre blamás a dolog, hanem maga a közösségre, mivel köztisztviselőről van szó, aki a város érdekeit szolgálja és kell vigye. De ismétlem, hogy örvendetes dolog, hogy aki a helyét be kell töltse és pluszba 2 feladatot kell vigyen, hála Istennek nagyjából tud működni. Nehezebb, ez biztos. Ellenben még annyit el szeretnék mondani, jobban van kérdezni. Mi kötelező módon lényeges, hogy egy testvérvárossal vagy egy másik várossal, ami a határokon kívül van, még akkor is a magyar ajkúak lakják, hogy legyen velük, mint például az 5. kerülettel, legyen egy olyan dolog, hogy részvényesen legyen nagyobb százalékban a mi országunkban működő dolgoknak, és amit mi kellene kezeljük. Ezek negatívan nem befolyásolják sok esetben azt, hogy valami nem működjön úgy, ahogy kellene. Nincsen itten elég képességre méltó személy, vagy valakik, akik, hogy ne legyen szükség erre a testvérvárosiasságokra, és ha van is, ennek legtöbb esetben a pornép, a szimpla nép, a nehezít a húzza. Tehát ebből nagy eredménye nincsen. Még azt szeretném megkérdezni az alpolgármester úrtól, hogy ha most már mondjam úgy, hogy a kezibe van minden hatalom, akkor amit esetleg nem úgy látott, hogy jó, és nem akart keresztbe tenni senkinek, most hogyha tőle függ a dolog, akkor próbál-e azokon egy picit javítani, amit személyesen is többször elmondtam, és olyan csekély pénzekkel meg lehetne oldani, hogy nagyon, mert én megértem azt, hogy kell ünnepelni, mindent megértek, van 2 szobor, és 3 év alatt nem voltak képesek renoválni azt a szobrot, az sokkal könnyebb, hogy 5-6 koszorút leteszünk a tövibe, de ha fel kell rá nézni, akkor alig ismernek rá, hogy kit is ábrázol. Tehát valahol egy kicsit blamás a városra, hogy a külsőségeket mutogassuk, évente egy pár szót, és a gyakorlatban vannak olyan elhanyagolt dolgok, amit minimálisan meg lehetne oldani. Köszönjük szépen, hogy hívott. Tehát első kérdés az volt, hogy Áruzs Zsolt milyen minőségben van itt. Hát, mint városlakó, vagy mint a gyergyószéki SZNT alelnöke? Semmiképp nem a Székely Tamás tisztségviselőjeként, ha bár mondhatnám azt is akár, hogy, és joggal mondhatnám, hogy igen, lévén, hogy Mezzel János a gyergyószéki Székely Tamásnak tagja és aktív tagja, és meggyőződésem, hogy ez az egész Herceg-Urca, elnézést ezzel a kifejezésért, az ő politikai tevékenységének köszönhető, és nem másnak. Ez nekem mélységes, határozott meggyőződésem. Rengeteg olyan jel van, ami erre utal, kezdve azzal, amit az elején is mondottam már, hogy nyilvánvaló módon, semmiféle módon nem sértett törvényt ebben az ügyben, és mégis ezért hurcolják meg, mint egy meg akarván neki mutatni, hogy bármikor azt teszünk veled, amit akarunk, mert mi vagyunk itt a hatalom. Illetve, ha végignézem azt a rengeteg törvénytelenséget, amit elkövetett az ügyészség az elmúlt 2 hónapban, nem kell ahhoz jogásznak lenni, vagy nagyon-nagyon sokat böngészni a törvényeket, az ember lássa azt, hogy törvénytelenségek történnek. Ugyanakkor, mint a város polgára, aki bele is került elméletileg tanúként ebbe a történetbe, és közvetlenül, személyesen tapasztaltam dolgokat,
úgy érzem, hogy, és úgy éreztem, hogy bele kell avatkozni, és ennek köszönhető többek között a levelet említettem, amit megírtam még a múlt hónapban az 5. kerület polgármesterének, amiben vázoltam neki, hogy ha nem tudná. Tehát jó hiszem, abból kiindulva, hogy ott Irák Zsolt félrevezeti. Tájékoztattam arról, hogy mi történik itt, és megkértem arra, hogy amennyiben vitájuk van a Montolis körül, ezt tárgyalások útján kellene megoldani, és nem a román, és objektívnek nem mindig nevezhető igazságszolgáltatás révén. Erre kapott választ egyébként erre a levelére? És erre a levelemre, amit utána még kétszer sürgettem a választ, mind a mai napig nem kaptam választ, és ez az, ami engem, a másikra engem megdöbbent. Gyakorlatilag az történik, hogy egy testvérváros polgármesternek a tudtával, és mivel nem is választott levélre, szándékával, akaratával történik meg, teheti meg a román ügyészség ezt Meze Jánossal. Erre példa nem volt a történelemben, amennyire én tudom, remélem több nem is lesz, de aki ezt elköveti, az úgy gondolom, hogy le kéne egy pillanatig üljön, és gondolja végig, hogy mit csinál, mert ez egyszerűen minősíthetetlen. Arra az ember ellenségeivel nem tesz. Arra kérem a polgármestről, hogy röviden reagáljon arra a második felvetésére Antal Péter úrnak, hogy Budapest 5. kerület Gyergyószent Miklós önkormányzat testvérvárosi kapcsolatának helyzete kell, ez nekünk nem kell. Mit lehetett volna tenni? Hát az, hogy mit lehetett volna tenni, az még 2006-ban kellett volna azt meglépni, amit meg kellett volna, vagy nem kellett volna meglépni. Viszont azt szeretném hangsúlyozni, az előbb elhangzott, hogy egy testvéráros polgármestere tudtával, beleegyezésével, vagy nem tudom milyen jelzővel lehet még illetni, történt ez az egész. Azt hangsúlyozom, hogy az a polgármester most már nem funkcióban levő polgármester, tehát tavaly ősszel önkormányzati választások voltak, és új polgármester került a város élére. Igaz, hogy még lényeges, hathatós előrelépés nem történt a tárgyalások során, de abban reménykedünk, hogy az új vezetőség majd máshogy fogja értékelni a hozzáállását a jelen esethez. Azt, hogy a Montolis Kft-ben belül hogy lehet ezt megoldani, vagy szükségünk van-e nekünk nagy testvére, idézőjeles nagy testvére, hát az úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, aki mindenki tudja rá a választ. Viszont ezt, hogy megoldani, hogy mi kerüljünk többségi tulajdonba, sajnos a gazdasági társaságokat szabályozó törvénykezés nem engedi, tehát nem teszi lehetővé, hogy ezt mi megváltoztassuk. Ugyanis a törvények értelmében törzstőke módosítás csak is a felek beleegyezésével történik meg, tehát a szavazáson minimum fele plusz egyes részarányba kell megszavazni az illető törzstőke módosítást. Jelen esetben ahhoz, hogy Gyergyószent Miklós kerüljön többségi tulajdonba a cégen belül, a Budapest 5. kerület önkormányzata le kell mondjon az 51%-ából, és ezt át kell adja a mi részünkre. Ez irányába próbálunk hatni, akár levél szinten, vagy más egyéb kommunikációs szinten, hogy üljünk le és tárgyaljuk ezt ki. A tavaly nyáron egyébként, májusban, nyár elején volt egy ilyen jellegű ígérete az akkori vezetésnek, hogy átadnak bizonyos részarányt az önkormányzatunknak. Mi azt is felajánlottuk, hogy ha szükség, fizetünk érte. Tehát hajlandóság megvan akkor. A hajlandóság akkor megvolt, de azután nem ültek le, tehát mindig kifogást találtak, hogy miért nem aktuális az illető tárgyalás. Mi a részünkről annyira elmentünk a hajlandósággal, hogy azt is felajánlottuk, hogy ha kell, fizetünk a sajátunkért, csak éppen kerüljön vissza a városnak az, ami a városi. Újabb telefonáló van, aki hozzá szeretne szólni. Halló, jó estét kívánok! Elnézést, Ferenc Margit vagyok, szeretnék helyettesíteni. Az én földjeim Alfaluban vannak, nem Gyergyóban, hogy az alpolgármester úr nehogy rosszul érezze magát, hogy itt próbálom követelni a földjeimet. Csak ennyit akartam köszönjük mondani. Szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! E-mailen is érkezett egy kérdés. Szabó Anna írja, hogy ezek a magyarázkodások érthetetlenek a normális, nem érintett emberek számára. Tiszta mosakodás. Látszik az egész. Nincs ellenkérdés, a másik álláspont megvédése. Örvendek, hogy bár ön tesz fel egy kérdést, gondolom ez rám vonatkozik. Kérdésem Árus Zsolt úrhoz. Meze János ügyében az ügyészség épp úgy, mint a bíróság rossz hiszemben alattomosan döntött, illetve amint bizonygatja, 100%-ig meg van győződve, hogy a polgármester ártatlan. Mit fog tenni, ha bebizonyosodik, hogy tévedett és Mezei bűnös? Alaposan megfontoltam azt, amit leírtam eddig, és elmondtam most is. Tehát, amennyiben a bíróság Meze Jánost elítéli a 400 négyzetméter eladásáért,
akkor csak azt fogom tudni mondani, hogy a bíróság is törvényt sért. Mert a tények azok tények, és az igazság az igazság. Tehát ez nem egy olyan kérdés, és nagyon fontos megjegyezni, nem egy olyan dologról van szó, ami esetleg vitatható, lehet így is, meg úgy is magyarázni. Erről dokumentumok vannak. A 400 négyzetméterre nem volt a Monturiszt tulajdonában soha, nem volt a kezelésében 2006-tól, és Mezei János nem törvénytelen módon adta el, hanem törvényes módon adta el az önkormányzat, úgy, ahogy a prefektúra ezt maga módján megállapította. Tehát én nagyon meglepődnék, és ez egy furcsa fordulat volna, hogyha a bíróság megállapítja, hogy törvénytelenség történt, és bezárnák a prefektust is, aki nem vette észre, hogy Mezei János milyen törvénytelen praktikákat alkalmaz itt Szent Miklóson. Mert a prefektusnak a dolga az, felügyelje a törvényességet. Mondott valamit a prefektus? Nem. Mondhatott volna, ha tapasztalt valamit, sőt, kötelessége lett volna. A prefektus ebben az ügyben a mai napig meg nem szólalt. Nem mondta azt, hogy igen, most jövök rá, hogy valóban törvényt sértettek. Ön egyébként, ha jól tudom, Klaus Johannisnak, Románia államelnökének is írt egy levelet, amiben fölhívja a figyelmét az államelnöknek, hogy mekkora jogtiprás, jogsértés történik, Mezei János ügyét illusztrálja. Igen, tehát a helyzet az, hogy én is, meg még sokan mások úgy gondoltuk, hogy ha ő lesz az államelnök, akkor nem a Kánaán fog elkövetkezni, amiben az elnök mindent a magyarok kedvéért tesz. Ellenben azt elvártuk, és jogos elvárás volt, hogy a törvényeknek és az igazságnak megfelel európai szellemmel fog eljárni. Számomra az első csalódás az volt, amikor a Marosvásárhelyi tüntetés ügyében levelet írtunk neki. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy a polgármester törvényt sért, amikor betiltja a tüntetést. És az elnök nem is válaszolt a levélre. Ez nem európai magatartás. Ilyet egy európai államelnöke, mehetünk körbe a földrészen, nem enged meg magának. Mennyire befolyásolja egyébként a hivatal munkáját az, hogy nincs a helyi Mezei János pályázatok, beruházások? Ha megengedi, nagyon röviden az előbbi a hölgynek a felvetésére, a magyarázkodásos felvetésére. Én nem kérek mást, tehát azt, amit most is elmondunk, az is hoztam ezt a doszárt. A polgármesteri hivatal honlapján, gyerőszemiklós.ro, megtalálhatóak az önkormányzat, a képviselőtestület határozatai. És amennyiben gondolják, én elmondok pár számot, és bárki a hétvége folyamán le tudja ellenőrizni azt, amit itt elmondtunk, a 400 négyzetméter kivétele, kiadása, konceszióba, stb. Le lehet ellenőrizni, hogy ez magyarázkodás, vagy tényszerű közlés. És azt is meg lehet nézni, most nem vagyok jártas az igazságszolgáltatás honlapján, de van egy olyan úgy tudom portál.just.ro, és azon lehet megtalálni a Mezei János ügyiratát vagy dossziéját, és abban meg lehet nézni a közléseket, hogy mivel vádolják. És akkor mindenki le tudja ellenőrizni, hogy miről szól. Én mondok is például egy 54/2004-es tanácshatározat, amivel kilettő a Monturiszból a csónakház, utána mondok egy másikat, 186/2006-os tanácshatározat, amikor a 400 négyzetméterre csökkentik a Monturiszt Kft.-nek a törzstőkéjét, ugyancsak egy másik 108/2006-os tanácshatározat, ez a 49 év tartósbérbe való adásnak a jóváhagyását jelenti. Egy nagyon fontos 96/2007, ekkor hagyja jóvá a képviselőtestület a Budapest 5. kerületének a tőke emelését, a törzstőkéjét, illetve még egy nagyon fontos 71/2008 a további területek kivétele még a korábbi testület által. Jó, inkább térjünk vissza. Ezt csak ezért szeretem elmondani, hogy ezek tényszerű közlések. Csak annyi, hogy mind, van két határozat, amit Nagy Zoltán írt alá, de jelzem, az nem én vagyok, én 2008 júniusától vagyok a képviselő a testületben. Azt, hogy mennyire érinti
a napi munkánkat, annak ellenére, hogy Antal Péter úr kívülről, mi kívülállóként nem látja azt, hogy mennyire nehezít, én el tudom mondani, hogy sajnos nagyon nagy ült hagyott Mezei János hiánya a város vezetésében, a város adminisztrációjában. Ha csak nem veszünk más figyelembe, csak az elmúlt 7 év tapasztalatát, el lehet képzelni, hogy egy 7 éves polgármesteri tapasztalat egyik napról a másikra kikerül a városvezetés éléről. Tehát hatalmas az űr, a tapasztalat mellett pedig nagyon sok olyan információval rendelkezik, amely most általa egyelőre, záros reméljük rövid határidőre megszűnt létezni. Sok esetben úgy vagyunk, hogy újra kell kezdünk tárgyalásokat, amelyeket ő már lefolytatott. Természetesen ilyenkor megjelennek olyan személyek, valakitől hallottam és őtől leveszem át ezt a hasonlatot, hogy úgy jártam, mint az özvegyasszony, amikor meghal a férje. Hogy megjelennek a hitelezők az ajtóba, és mindig állítják, hogy neki ezt ígérték, neki azt ígérték. Hát most is előkerülnek személyek, akik állítnak dolgokat, azt újra kell kezdjük, le kell tárgyaljuk, le kell ellenőrizni. Tehát a procedurában is kinyúlnak azok a határidők, amivel válaszolni, reagálni tudunk dolgokra. Természetesen én is, de az egész polgármester hivatal, valamint a testület is nagyobb erőket mozgat meg, hogy tudjuk pótolni ezt a hiányt. Viszont az tény és való, hogy jelen pillanatban nem abban a fázisban kerültünk, hogy az alpolgármesteri teendőköt rábíztuk egy személyre és a polgármesterit át kellett vegyem, hanem megkettőződött a munka, és ez azt jelenti most, hogy este 7-8 óráig a hivatalban ott bent vagyunk, és annyit érünk el, hogy szinten tartjuk az aktuális helyzetet. Tehát ahhoz, hogy minden tudjon operatívan menni. Ahhoz, hogy még többet és újabbat projekteket, pályázatokat, most ugye nagyobb költségvetéssel rendelkezik a város, kellene indítsuk a sok terveket, hát megfeszített tempóval csináljuk is azt, viszont sokkal nehezebb és nagyobb a feladat is. És az a tapasztalat, ami egyébként neki például az építkezés terén is megvolt, az nagyon hiányzik most, amikor főleg út járdaépítésekre kell pénzt elkülönítsünk, és további épületfeljavításokra természetesen. A témától egy picit eltérve, Áros Zsoltól azért megkérdezném, hogy mik is ezek az önfeljelentések, amik megjelennek a városban, hiszen úgy látom, hogy egy népszerű ember, tehát rengeteget foglalkoznak önnel. Itt én éppen a második vallomást tartom a kezemben, amiben az áll, hogy 1,4 milliárd lejjel károsította meg az erdőtulajdonosokat. Miről van szó? Mert hogy azt műsor elején azt már mondta ön is, hogy ez a második vallomás, de van nulladik, van első, és akkor lesz folytatása. Miket tartalmaznak ön szerint? Mire gyanakszik, hogy honnan származhat? Hát ha a véleményemet kérdezi, akkor ezek is jelzések. Ugyanis amikor én elkezdtem ezzel az üggyel behatóban foglalkozni, ez volt február vége, rá néhány napra megjelent az első ilyen levél, azt még csak az interneten terjesztették, tehát ilyen papírformában nincsen meg, ellenben tudomáson alatt sok száz címre szétküldték, ott is mindenfélékkel megvádolnak. Aztán jött március 17, akkor jelent meg a következő, hogy már papír is megjelent a városban, és szétszórták, aztán jött március 27, ez a mai nap, ez a harmadik levél, és ezeknek mind az a célja egyrészt, hogy megpróbálnak besározni, hitelteníteni, de ugyanakkor mindegyik levélben van legalább egy olyan információ, ami teljesen nyilvánvaló módon számomra akárki számára nem elérhető. Tehát ha akarom, akkor vehetem ezt jelzésnek is, hogy valakik nagyon figyelnek rám. Olyan információk vannak, amelyeket egy-két ember tud ebben az országban, és véletlenül megjelenik egy ilyen levélben, amit itt terjesztenek. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy teljesen életem módon szinte ebben az időszakban történik meg az, hogy van nekem egy még mindig folyamatban levő perem a feltehetetlenség ügynöksége, amikor magyarul tettem a vagyonbevallásomat. Na, az az ügy még nem szárult teljesen, még perek vannak folyamatban. Ennek ellenére szinte az utóbbi hetekben megérkezik az első levél a városi pénzügyről, felszólítanak, hogy fizessen be a büntetést. Tegnap megérkezett az országos pénzügytől, és itt van, hogy nekem adósságban van kötelesség, megjött a céghez is, hogy tiltsák le a fizetésemet. Ezek mind egyszerre történnek. Lehet ezt véletlennek nevezni, de én az ilyen véletlenekben azért nem hiszek. És azt tudom ellenben mondani, hogy eltévesztették a címzettet, mert engem ezzel befolyásolja, maximum arra tudnak, hogy kiállok és elmondom. Mert számomra teljesen nyilvánvaló, hogy a törvényekkel visszaélő,
a magyarokat, székeket elnyomni akaró román hatalommal szemben a mi fegyverünk a nyilvánosság. Elmondunk mindent. És mondom, nem lepődnék meg, ha ezt követnék további lépések is. Lelkük rajta. De tudják, hogy én nem fogok elhallgatni, és nem fogok elhallgatni. És Mezei Jánosnak ez a problémája. Mert azt sokan nem tudják, hogy az elmúlt egy évben, kezdve azzal, hogy itt volt az első önkormányzat, amelyik meghozta az autonómiapárti határozatot, és utána még van 51, Mezei János folyamatosan dolgozott ezen a kérdésen. Azzal, hogy meggyőzte kollégáit, azzal, hogy elment Kisinyóhova a monitoringbizottság ülésére, azzal, hogy folyamatosan tájékoztatta az európai intézményeket arról, hogy mi történik Romániában. Ezt nem mindenki tudta, de a hatóságok pontosan tudják. És kellőképpen szálka az ő szemükben, ezért Mezei János. Uraim, utolsó kérdés, utolsó reagálás. Milyen jogi forgatókönyvet látnak önök? Mi fog történni? Mi történhet Mezei Jánossal? Alpolgármester úr. Figyelembe véve azt, hogy ilyen helyzetben és ilyen procedurák sorozatával én még nem találkoztam, igazából nem is tudnám megmondani. Én csak az iránybeli reményemet tudom elmondani, hogy én azt remélem, hogy azon információk birtokában, amely mi rendelkezünk, hogy ez az ügy mi hamarabb lezárul, és kiderül az, hogy nem volt jogos a feljelentés, és minden visszaáll a régi kerékvágásba, és polgármester visszakerül a város élére. Elzsolt, hogy látja? Van egy mondás, régi híres mondás, hogy a halott indián a jó indián. Most ezt olyan módon alkalmazzák ebben az országban hatóságok, hogy a megtört, megfélemlített vezető a jó vezető. Ez a folyamat most erre megy ki. Megpróbálják megtörni Mezei Jánost. Én úgy gondolom, hogy vele is nagyot tévednek, mert van ő is annyira erős, hogy nem fog ez működni. Annak az esélye, hogy azért, hogy ő törvényesen eladott 400 négyzetmétert bezárják, vagy bármilyen módon elítéljék, ennek az esélye gyakorlatilag nulla. A lényeg ez a folyamat, ami azóta zajlik. Ez előbb-utóbb le fog zajlani, és úgy gondolom, ez János megerősödve fog ebből kikerülni. Köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőknek megköszönöm a figyelmét és a türelmét. Mindenkinek szép estét, viszontlátásra!